Számos fejlesztési program indult 2020-ban országosan és a nyírbátori választókerületben egyaránt. Ilyen mértékűre évtizedek óta nem volt példa. Ennek egyik legfontosabb eleme a terület és település fejlesztési operatív program. Ennek keretében 2017-ben nyújthattak be pályázatokat a települések. A 6-os számú választókörzetben 33 település összesen 104 sikeres pályázatot adott be. Ezek nagy része iskolák, óvodák és bölcsödék, egészségügyi intézmények felújítására és újak építésére szólt. A nyertes pályázatokból 80 már megvalósult, 24 pedig 2021-ben indul. Nemrég adták át például Nagykállóban a kezdővállalkozásoknak segítséget nyújtó inkubátorházat. Folyik az iparterületfejlesztés Nyírbátorban és Nyírbogáton is. Ez a három program 2 milliárdot jegyez, csak a nyírbátori több mint 1,5 milliárd forint. És ez az operatív program, ez bizonyítja azt, hogy a magyar vidéket képes felemelni. Mert hogy az operatív program jóvoltából életminőségbeli javulás lesz kézenfogható, véleményem szerint. Itt gondolok arra 8 új bölcsődére, amit átadtunk. Gondolok itt a 7 óvodára, a 16 iskolára, a 22 csapadékvíz elvezetőre. Ezek mellett jelentős fejlesztések valósulhattak meg a Magyar Falu program segítségével is. 2020-ban 97 nyertes pályázat, mintegy 1,2 milliárd forintot jelentett a térség önkormányzatainak, egyházainak és civil szervezeteinek. Tornaszobák, temetők, ravatalozók alakultak ki és újultak meg, de sokan útfelújításra használták az összeget. 12 településen ingatlan vásárlásra és rendezvények tartására kaptak lehetőséget a civil szervezetek. A fejlesztési lehetőségek harmadik lábát a külön kormány döntések jelentették. Így például Újfehértón honvédelmi sportközpont, Nyírbátorban óvoda, Nyírbogáton pedig iskola fejlesztésre nyílt lehetőség. A cégek, akik foglalkoztatási problémát jeleztek a vírus miatt, több 100 millió forint támogatást kaptak a térségben. Az EFOP-os pályázatok 8 milliárd forint értékben 60 közösségépítő és fejlesztő programot tettek lehetővé. A tervek szerint ez az ütem folytatódik jövőre is. Az Innovációs és Technológiai Minisztériumban gőzerővel folyik ezen operatív programok szervezése, és ilyen formán ez a versenyképes Magyarországért operatív programnak a hatásait itt Szabolcs megyében is azon keresztül fogjuk tudni élvezni, hogyha egy olyan stabil és nagy volumenű programot tudunk letenni az asztalra, amivel a megyében új munkahelyek, új intézmények, új olyan fejlesztések valósulnak meg, amelyek az emberek életének mindennapjait javítani fogják. Ilyen például a 7,5 milliárd forintból megépülő alma feldolgozó Újfehértón. Nyírbátorban pedig 1,5 milliárd forintból iparterület fejlesztés kezdődött, és a települést elkerülő út is hosszabb lesz, mint azt eredetileg tervezték.